Eljöjj már a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai istentiszteletünkön, amely annyiban különleges alkalom, hogy ezen a héten tartottuk a hittan táborunkat, a talentum tábort, amelyről szeretnénk majd a megjelent gyerekekkel együtt beszámolni, néhány képpel, énekekkel és néhány gondolattal, hogy hogyan is zajlott ez a hét. Mindezt köszönetként és hálaként, köszönetként a gyülekezet felé, és hálaként pedig a mennyei jóatyánk felé. Amellett pedig a hónap első vasárnapja van, megterítettük az Úr asztalát, úrvacsora vétellel fogunk ma ünnepelni az istentiszteletnek a második felében. Ide majd a gyerekeket is várjuk áldásra, aki szeretne az Úr áldásában személyesen részesülni. Legyen ez a mai istentiszteletünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Istennel való találkozás első lépése legyen ma is az, amikor igéjének tükrében megnézzük, megvizsgáljuk magunkat, majd pedig arra válaszul, bűnvallással felelünk. Ezt mondja az Úr a 10 parancsolatban, én vagyok az Úr, te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld anyádat és apádat. Ne ölj, ne légy házasságtörő, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Jézus Krisztus két nagy parancsolatban foglalja össze Isten törvényét. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola pedig így tanít, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen semmi bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Viszont ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten, megbocsátja vétkeinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után kérem, hogy fennállva és lelkiismeretünk szerint válaszoljunk az elhangzó kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdezem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekszel-e Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek, hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörgünk még így állva maradva Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Bízzatok testvéreim, Isten megkönnyörül rajtunk, a bűneink terhével hozzáfordulunk. Mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából hirdetem, megvallott bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek mennyen és földön az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Járjunk új életben a Szentlélek erejével. Ámen. Foglaljunk helyet. A folytatásban a 25. Zsoltárból olvasok egy szakaszt,
utána pedig a 7-es számú énekrend verseit fogjuk egyesével majd énekelni. Fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam, bocsásd meg minden vétkemet. Enyhítsd szívem szorongását, szabadíts meg fenyegetőimtől, vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy megváltó Istenem. Őrizd meg lelkemet és ments meg, mert nálad keresek oltalmat. Uram, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Ámen. Könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, aki bűnösöket hívsz a veled való közösségre, hogy találkozzunk veled, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, aki oltalmunk vagy, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Úr Jézus Krisztus, aki nem utasítasz el bennünket, bűneink, hűtlenségünk ellenére sem, ha hozzád jövünk. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Ámen! Örömhír pedig így szól hozzánk, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a mai napért, hogy ezzel is megajándékoztál bennünket. És köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy megadtad az erőt, megadtad az időt, megadtad az egészséget is, hogy el tudjunk jönni, találkozni veled, találkozni egymással. Urunk, a gyermekekkel együtt hálát adunk az elmúlt hétért, a táborért, amelyben részünk lehetett, amelyben megtapasztalhattuk a Te áldásaidat, érezhettük szeretetedet, és tanulhattunk a Te igédből is. Add, Urunk, hogy nekünk felnőtteknek, hadd legyen példa
a gyermekek odaadó szeretete irántad, akik úgy tudnak hozzád ragaszkodni, és majd ahogy halljuk, úgy tudják zengeni a te neved dicséretét. Add Istenünk, hogy ezen tekintetben hadd legyünk olyanokká, mint a gyermekek, akik önfeledten tudnak téged szeretni és követni. Jézus nevében kérünk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt evangéliumi igét, amit megírva találjuk Lukács evangéliumában a 15. részben, az első 10 versben. Roland fogja felolvasni a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Hogyha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpli ki a házát, és nem keresi el gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összeírja a barátnőt és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyali egyetlen megtérő bűnösnek. Adja Isten, hogy az ő igéjét meghalljuk, megértsük és szívünkbe is fogadjuk. Magasztaljuk Urunkat az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet. És most következik a tábori beszámolónk. Kérem a zenészeket, segítőket, hogy gyertek előre. Amíg összekészülnek egy néhány szót, idén 5. alkalommal rendeztük meg napközis hittantáborunkat, Talentum tábort, amelynek idén a témája nomád tábor volt. Az ószövetségi személyek, szereplők életét tanulmányoztuk, akik bizony ilyen nomád, sivatagi, pusztai életmódot folytattak. Innen jött a tematika, tábornak a háttértörténete, és így tanultuk a bibliai történeteket. Először egy éneket szeretnénk énekelni. Most nem hívlak ki titeket, gyerekek, de kérem, hogy ott a helyeteken, de ugyanazzal a lendülettel és bátorsággal, ahogy egész héten tettétek. Minden napot a következő énekkel kezdtük, a napkeltétől még leszáll az ég alján. Thank you.
fényképet is. Ugye, igyekszem kivetíteni. Kezdjük az elején. Oké. Hétfő reggel kezdtük el a tábort. Hú, ez most megy magától, nem baj. Amikor is, picit megállítom, igen. Mindig a gyülekezeti terembe találkoztunk, 8:30-kor, és utána milyen program következett, gyerekek, segítsetek, beszélgessünk most, jó? Bizony, játékos tesi úra, mert mi a számunkra a nyáron is fontos a mozgás. Az ki tartott a gyerekek? Kovács Tibor tanár az iskolából, aki ugye testnevelés tanár is, ő jött el minden reggel hozzánk, és ő tartott a gyerekeknek kis játékos átmozgatást, hogy kicsit le tudjuk őket fárasztani, mert utána megérkeztünk, hova? Ide a templomba, így van, ahol mindig egy-egy bibliai történetet tanultunk. Az első nap mi volt a bibliai történet? Segítsetek nekem felidézni. Bábel tornya, bizony, Bábel tornya, ahol Isten mit mondott az embereknek, hogy? Hogy szélegyenek szét az egész földön, és ehelyett mit csináltak, Bendegúz? Bocsánat, most. Bizony, tornyot építettek, és ezzel Isten szava ellen mit tettek? Lázadtak. Csak azért, mert innen nagyon hallom a válaszokat, hogy innen is nyugodtan jöjjenek a válaszok, jó? Tehát, hogy fellázadtak Isten ellen. Bizony, ilyen sokszor az embernek a természete, hogy Isten mond valamit, én pedig csak azért is vagy nem teszem, vagy az ellenkezőit teszem. Ez volt tehát az első nap a téma. A képen látható velünk volt Mornán és Sógorka Veronika tanítónő, aki segített nekünk, illetve a sárga pólóba, aki most Laci bácsi, bizony itt az előző képen is már volt, Horváth László, napközis tanár Bakony Csernyő járt át hozzánk minden nap, zenében és csoportvezetésben segített bennünket. Léptetjük tovább. Igen, a templomi foglalkozás után mi következett? Csoportos munka volt, így van, ahol életkoronként 5 csoportba osztottuk a gyermekeket, hú, ez megint tovább ment, és ott dolgoztuk fel a napi témát a korcsoportnak megfelelő módszerekkel. Utána következett az ebéd, ahol hát elfoglaltuk az egész vendéglőt, hátsó terembe és első terembe is meg volt nekünk terítve. Hát idén is jól tartottak bennünket, úgyhogy nem volt panasz, és a maradék is minimális volt. Első délután mi volt a program, Tündi? Ahhoz hangosabban, mert én még én sem. Elmentünk itt a környéken túrázni, a kis tóhoz, ahol miket kerestünk, miket nézegettünk? Gyógynövényeket. Valaki fel tud idézni? Tudom, már igen volt, hogy miket találtunk. Mondjad? Vérhulló fecskefű, orbáncfű, parlagfű, az ugye, mint elrettentő példa, menta is volt, kakukkfű is volt, akácot is néztünk, bizony, és aranyvesszőt is, bizonyám. Ezeket mind-mind megtaláltuk kinn a határba, hogy ugye nem csak a gombák, de ezek a gyógynövények is, gyógyhűvek is, milyen sok hasznos dolgot tartalmaznak. Második napnál járunk, a keddi napon, kis 10 órai volt, utána ismét a templomba gyülekeztünk, ahol a második nap mi volt a bibliai történetünk? Hú, de régen volt. Ábrahám történetét kezdtük el tanulmányozni, az ő életét, amikor is Isten megszólította, és elhívta, hogy menjen el az addigi lakhelyéről, Háránból, hova? Kánaánba, az ígéret földjére, és ott két dolgot ígért neki, hogyha oda megy, két dolog lesz majd. Hogy neki adja ezt az egész földet, nagyon ügyesen mondott Kinga is, hogy lesz majd gyermeke, utódja, és azt ígérte, hogy nagy néppé teszlek majd, nagyon sok leszármazottad lesz. És ehhez a küldéshez, Istentől való küldéshez volt egy énekünk, ezt énekeljük most el. Menj, Ábrahám, menj! Ez az énekel is nagyon jól hangzott hétközben. Óvatosan gyertek ki. Vigyázz, vigyázz! Vigyázz.
nem volt itt, nem hiszi el, hogy ezeket úgy harsogták a gyerekek, hogy tényleg betöltötte az egész templomot a hang. De nyilván akkor még többen voltunk. Na menjünk tovább, ugye kedden, tehát akkor elindult Ábrahám, és el is ment Kánaánba. Mindjárt visszatérünk a képekhez. Ha megtalálom az eget, így. Igen, és már szerdán vagyunk, picit előre szaladtam, ahol nagyszerű felszolgálásban volt részünk, Laci bácsi segített a felszolgálásban, és délután kiérkezett hozzánk, Anci néni bizonyám, Móról érkezett hozzánk, Anci néni ott tanárnő, és nagyon ügyes kézműves feladatokkal, foglalkozásokkal szokott mindig közöttünk szolgálni. Ez pedig milyen feladat volt, milyen alkotást hozott ma, ugye ma a héten nekünk? Bizony, gipsz nyomatot készítettünk egy agyag nyomó formába. Hogy gyűjtöttünk az udvaron miket? Terméseket, ágakat, toboz, csigaházat, ezt belenyomtuk egy gyurmába, és az lett a kiöntő forma, és abba öntöttük a gipszet, és így lett, ugye, hát egy pozitív nyomat, tehát mint kidomborodtak a csigaházak, illetve a fenyőtobozok és minden más, amit gyűjtöttek a gyerekek. Ez volt az egyik, de volt egy másik is, amit készítettetek. Hát mondjuk nem értettem. Medált, így van, medált készítettünk, hogy levegőre szilárduló gyurma, sikerült megtanulnom, abba nyomkodtunk bele miket? Kis üvegdarabokat, kis gyöngyöket, formákat, amiből egy kis mozaik képet lehetett készíteni. Ebből is itt néhány az elkészült művekből látható, itt még készül. És utána volt még kézműves, ez már ugye a Vera néni, a szerdai napon vagyunk, ahol ugye a csoport, illetve az egész nagy társaság négy területe ment egyesével. Először Vera tanárnénőhöz mentünk, ahol mit készítettünk? Gyertya. Így van, mindig gyertya van, de milyen jó is ez, ahol mártogattunk, ugye? Mártogattuk a kanócot bele az olvasztott parafinba, dupla kanócot, és ebből egy szép csavar gyertya készült. Ott van a két szára neki. Az elkészült, nem sikerült képet csinálni. Oké, utána a második csoport, hova mentünk el? Így van, Sógorka Bálintékhoz mentünk el, akiknél kim vannak a karámba jószágok, volt tehén, bika, kisboci is. Volt egy napja született boci is, csak az éppen meglógott valahol a karámból, később kiderült, hogy mögöttünk a kukoricásba bújt el ott hűsöt. És a szarvasmorhákon kívül milyen állatot láttunk ott még? Disznó is volt, így van, és még? És még volt a póniló is. Hogy hívták a pónilókat? Csini, bizonyám, nagyon szép ló. Úgyhogy ezeket néztük meg, a harmadik helyszínünk. Varga Szilvéknél a Dália lovasudvar volt, ahol ugye három lovat lehetett megülni és ővelük körbe menni. Hogy hívták a három lovat, emlékeztek? Ó, hát a lányok oda-vissza tudják. Tehát Dália, Pita és? És Viki. A harmadikat én nem tudtam. Így van, itt mentek szépen a lóval. Aztán délután mindig volt itt helyben program. Hát vízi csúszda, ehhez szerintem nem kell sok kommentárt fűzni. Meleg volt, a víz meg hűs volt, és nagyon jól lehetett használni a gyülekezeti ház udvarának adottságait. Ez pedig már az utolsó, illetve csütörtök délelőtt a sportpályán a foglalkozás, ami vízi csata volt, vízi bomba, ami éppen ott a gyerekek feje fölött látható. A hátulülőknek mutatom, hogy ott már bizony jön a kis vízpermetrájuk, és hát elég jól eláztunk, ugye? Utána kinn a foci pályán volt egy ilyen össznépi nagy ösztűz, először mindenki mindenki ellen, utána meg elég esélytelenné vált a harc, mert a második körben mindenki Tibor tanár úr ellen volt a feladat, de ő nagyon élvezte. Ott szem nem maradt szárazon, meg póló nem maradt szárazon.
És így érkeztünk el a pénteki naphoz, ahol pedig kirándulni mentünk Tatabányára. Először fölmentünk a Kőhegyre, ahol játszótér van, ugye túrómadarat néztük meg, és mi volt még az a két dolog, amit megnéztünk? Igen? És a Szelin barlang, így van, ezt a két szép helyszínt jártuk be. Itt a kilátó. Na most akkor most az őszinteséget kérem, tegye fel a kezét a gyerekek közül, aki fölment egész a tetejéig. Na, azért sokan fölmentek, bizony. De azért 30 méter magas kilátó, az elég kihívás, főleg aki így a magasság miatt szokott aggódni, de azért a legtöbben fölmentek, ez pedig már a barlangban a képek, ott is volt, aki fölmerészkedett egész magasra. Igen, még itt néhány kép maradt, picit összekeverte a gép, egyik délután, szerda délután a tűzoltók is nálunk vendégeskedtek, csütörtök délután, ahol egy Mercedes típusú tűzoltó fecskendő, tűzoltó autót hoztak el, ezt lehetett kívül belül megnézni, és még mit próbáltunk ki rajta? A töblőt, így van, az oltó fecskendőt, ahol nagy vízsugárral megindítottuk, és lenn a foci pályán pedig álltak a gyerekek, és ott jött az eső, jött a fröcskölés. És akkor mi történt? Hogy lett vége ennek a programnak? Riasztás volt bizonyám, Ászáron kigyulladtak bálák, és oda kellett menni oltani, úgyhogy nagyon érdekes volt látni, ahogy hirtelen ugye jött a riasztás nekik, vége lett a gyerekprogramnak, átkapcsoltak tényleg olyan tűzoltó üzemmódba, szolgálati üzemmódba, és nagyon komolyan, precízen összepakoltak, és már mentek is oltani, ahol a híradások szerint ugye megállították a tüzet, 5 különböző tűzoltóságtól jöttek emberek, és eloltották. Tehát akkor így zajlott nagyon röviden a hét, ugye itt van ez az oltási gyakorlat, vagy locsolási gyakorlat, és ez meg már az első kép. És még egy énekünk lesz itt a végére, beszámolónk végére. Melyik lesz? Az áldott legyen Amirunk kezdetű ének, ezt is mindjárt kivetítem. Még az ének előtt tényleg hadd mondjunk köszönetet mindenkinek, aki segítette ezt a tábort, akár annak a 13 fő segítőnek, akik egész héten velünk voltak, és tényleg lelkesen odaadóan töltötték be a feladatukat. Azoknak is szeretnénk megköszönni, akik bármilyen természetbeni hozzájárulással, süteménnyel, üdítővel, vagy bármi mással segítették a tábort. Hadd mondjam még el, hogy idén voltunk a legtöbben, 58, illetve csütörtökre már 59 gyermek táborozott velünk, hála érte Istennek, hogy így összejöhetett tényleg ez a hét. És akkor áldott legyen a mi Urunk, ez lesz a beszámolónak az utolsó éneke. Pastor, every shrine,
végén pedig a gyermekek kijáratnál találhattuk majd édességet, egy-egy csokit, mindenki nyugodtan majd magához vehet, jó? De addig is még figyeljünk hittel és figyelemmel. A 272-es ének az énekeskönyvből ezt következzen most, ezzel készüljünk az ige hirdetése. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mint mondtam, beszámolónkba táborunk nagy részében Ábrahám életét, élettörténetét tanulmányoztuk, akiről is azt tudjuk, hogy a hitnek egyfajta hőse, a hitnek egyfajta példaképe, az Istenben való bizalomnak példaképe, hiszen annyi helyzetben hitt Istennek, és meg is tette azt, amire őt elhívta. Olyan dolgokat is, amit emberileg nagyon nehéz elhinni, hogy hogyan merte ezt megtenni. Ez az első, hogy elhívta őt az otthonából. Ugye letelepedtek, ott volt már feleséggel, rokonsága is, és egyszer csak azt mondta neki, hogy menj el földedről arra a vidékre, amit én mutatok neked, és én ott majd megáldalak téged. Ennyi volt az üzenet, megjelölve ugye a helyet, hogy hova is kell menni. És azt olvassuk, hogy Ábrahám összecsomagolt és elindult azért, mert Isten azt mondta, hogy ott neki jó lesz. Utána ott volt a gyermek ígérete feleségével. Hogy hívták Ábrahám feleségét? Segítsen! Sára bizonyám, Ábrahámnak és Sárának nagyon sokáig nem született gyermeke. Annak ellenére, hogy Isten megígérte, hogy lesz majd utódod, sőt, az utódaidnak is sok-sok utódja lesz majd, és nagy néppé teszlek. De nem jött a gyermek. Hány évet kellett neki várnia? 25 év, bizony, 25 év telt el az első ígérettől, Isten ígéretétől számítva, hogy lesz majd utódod, lesz majd fiúgyermeked, addig, amíg ő megszületett. És ott volt az a utolsó napi csütörtöki történet is, amikor már a gyermek megszületett, nagyobb bacska volt, 10 éves, és Ábrahámtól azt kérte Isten, hogy adja neki, áldozza föl ezt a gyermeket, akit úgy várt, akit annyira szeretett az ő egyetlenét. Nyilván nem kellett ezt megtennie, de egészen a végsőkig engedelmes volt Ábrahám, megállt a hit próbában,
míg Isten aztán megállította, hogy ennyi, vége a próbának, ne a fiút áldozd fel, hanem ott van az áldozati állat, aki helyette lesz majd áldozat. Mindezt láthatjuk tehát Ábrahámról, de azt is lehet tudni róla, hogyha olvasjuk a Szentírásban az ő történetét teljes egészében, hogy nem volt ő hibátlan ember. Nem volt az ő Isten iránti bizalma mindig tökéletes. Nagyon sokszor megingott az ő követésében, Isten követésében, hogy vajon tényleg jó ez, vagy inkább kicsit besegítsek Istennek. És volt olyan, amikor Kánaánból átment egy időre Egyiptomba, mert éhínség volt, és azt hitte, hogy felkopik majd az álla. Volt olyan, hogy akkor nem tudott bízni abban, hogy Isten ad neki saját gyermeket, ott is egy picit be akart segíteni Istennek, de mindegyik tévút volt. Nem volt tehát Ábrahám sem tökéletes, de így lett igazán hitelessé. És tőlünk is tulajdonképpen ezt várja Isten, hogy nem kell, hogy tökéletesek legyünk, mert ismer bennünket, tudja, hogy vannak gyengeségeink, vannak és lesznek bűneink is, amikor elfordulunk tőle. Csak annyit vár, hogy legyünk minél inkább hűségesek, legyünk készek az ő követésére. Mai napon, ahogy a kivetítőn is láthatjuk, a tábori leckéknek az ötödik részét hoztam el, amely ugye a kirándulás miatt nem hangzott el, kimaradt a felolvasottak közül. Ábrahám történetének már a befejező részei közül az egyik epizód, amely most következik, amikor már özvegyember Sára meghalt, ott van a fia, aki már felnőtt ember, és valami még hiányzik a folytatáshoz, hogy utódok legyenek, ugye még az unokák, ahhoz a fiának kellett még egy feleség. De ez a feleség még nem érkezett el. Ahogy először a gyermekre, Izsákra kellett várni, most a megfelelő feleségre kellett várni. Ezt a történetet első Mózes 24. fejezetében olvashatjuk, helyünkön maradva hallgassuk meg ennek első 4 versét. Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza legöregebb szolgájának, aki mindenét kezelte: tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaáni leányok közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. Láthatjuk tehát, hogy megvolt a feladat Ábrahám legidősebb szolgájának, hogy menjen el arra a földre, ahonnan Ábrahám egykor eljött, elvándorolt, ahol laktak még rokonai, és onnan hozzon feleséget a fiának. De mi volt a probléma a helyi lányokkal? Talán csúnyák lettek volna? Vagy talán nem jöttek volna jól ki a fiával? Vagy butácskák lettek volna? Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy ott a Kánaánban élő népek nem ismerték az élő Istent. Nem ismerték a Biblia Istenét, aki Ábrahámnak és családjának az ura volt. Éppen ezért elküldte arra a távoli földre, Hárán vidékére, az idős szolgát, akit egyébként Eliézernek hívtak, Eliézert, hogy onnan hozzon az ő távoli rokonságából feleséget, Isten hívő, Isten követő feleséget az ő fiának. Milyen érdekes, hogy bárcsak ez is szempont lenne ma egy-egy párválasztásnál, vagy házasság kötésnél, hogy ne csak az legyen szempont, hogy hogyan tetszik az a másik, hogy mennyire ért meg, mennyire jövünk ki jól egymással, hanem hogy mennyire tudunk együtt Istenre figyelni. Hogyha nekem fontos az Úr Jézus követése és az ő igéje, az ő szerinte való élet, hogy akkor legyen ez a párom számára is, hogy tudjunk együtt megállni Isten előtt, tudjuk őt együtt imádni, legyen egy közös ilyen lelki alap. És Ábrahám megoldhatta volna ezt a kérdéset, ezt a feleség kérdéset egyszerűen, hogy onnan helyből valakit keres, jó lesz az. Isten úgyis ugye megígérte, hogy teljesíti az ő ígéretét.
de mégiscsak ő a nehezebb megoldást választotta. A nehezebb és talán bizonytalan megoldást is azért, hogy hűséges maradjon Istenhez. Ez is mekkora hitpróba és hitharc lehetett. És olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk ilyen bizalommal lenni az Úr felé, hogy lehet, hogy ő sokszor a nehezebb utat adja nekünk. Lehet, hogy a hozzávaló hűségünk azt jelenti, hogy nem a legegyszerűbb megoldás felé indulunk el, hanem valami bonyolultabb, hosszabb, költségesebb megoldás felé, de megmaradok Istenhez hűségesen, megmaradok az őszinteségben és az igazságban. Ábrahám kész volt erre. És példa az ő élete, hogy mi is kész lehessünk erre, ilyen döntéseket meghozni, hogy én vállalom akár a hosszabb utat, a nehezebb utat is, ha Isten erre hív, ez a hozzávaló hűségnek az ára. Itt van tehát, hogy Ábrahám megbízza az ő szolgáját, Eliézert, hogy menjen el erre a távoli vidékre, nagyjából 800 kilométert kellett vándorolnia, tevékkel megrakodva, mint egy kisebb fajta karaván, így indult el Kánaántól észak-kelete, Hárán területére, az Eufrátesz folyó felső folyásához, és nyilván nagyon aggódott ez a szolga, hogy oké, én elmegyek, megvan a helyszín, megvan, hogy mi a feladat, de hogyan fogom én ezt megtenni? És ezen az úton valaki végig vele volt. Nem csak a kísérőkre gondolok, vagy akik éppen vele voltak, hanem az Úristenre is. Aki elkísérte ezen az úton, láthatjuk, hogy Eliézer is hívő ember volt, és amikor megérkezett a helyszínre, azt láthatjuk, hogy imádkozni kezdett. A 12. verstől olvasom tovább a történetet. Így imádkozik Eliézer: Uram, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma is, mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, igyál, sőt még a tevédet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségesen hűségedet az én uram iránt. Még végig sem mondta ezt, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Láthatjuk tehát Eliézert, ahogy a tevéivel megrakodva halad erre a távoli vidékre, majd pedig a következő képen, ahogy imádkozik, összekulcsolt kezek, ezt mutatják, és ahogy ott van a kútnál, ott van a forrásnál. Hogyha Isten útját választjuk, akkor sohasem feledkezhetünk el az imádságról. Hiszen Isten útján járva azt mondjuk ki, hogy néhány dolgot én tudok. Néhány dologhoz, Uram, te megadtad nekem az észt, a jó döntéseket, a bölcsességet, de az ő útján haladva lesz egy pont, amikor eljutunk ide, egy bizalmi döntéshez. Uram, én innen tovább nem tudom, hogy hogyan legyen, de elkezdek imádkozni, és rád bízom, ha te hívtál el, te indítottál el, akkor hiszem azt, hogy te megadod a megoldást ebben a kérdésben. Bevallom, így voltam valahogy az idei tábornak a szervezésével is. Az eddigi 4 évben mindig a 40-45 körül volt a létszámunk, amit úgy tudtunk kezelni. Nyilván nagy felelősség és nagy odafigyelés kell így is. És akkor idén ugye tettem ki az iskolába a jelentkezési lapokat, és mindig csak úgy elfogytak, és után kellett tölteni azt a kis zsebet, ahova be voltak téve. És jöttek a jelentkezések, elértük a 40 főt, de még mindig jöttek, hogy ők még szeretnének jönni, és úgy elkezdtem gondolkodni, aggódni, hogy akkor ez most hogy lesz? Hogy most akkor mondjam azt, hogy 40 főnél vége bezárt, vagy még fogadjuk őket? És Isten adott egy ilyen gondolatot a szívembe, hogy ne utasítsunk vissza senkit, hogy csak jöjjenek a jelentkezések. És jöttek, és ahogy mondtam, ugye 58 főig kiegészült, illetve csütörtökön már 59-en voltunk, és tényleg Isten megadta azt, hogy nem kellett senkit visszautasítani. Aki akart jönni és szólt, ő mind ott volt a táborba. És Isten kirendelte mindazt, ami szükséges volt. Én már elengedtem, mondom, Uram, akkor csináltál, én eddig tudtam, amit tudtam, megtettem, innen a tiéd.
És tényleg jöttek a segítők, nagyon aranyosan, odaszántan, meglett a környék legnagyobb busza is itt volt, amit meg tudtunk tölteni, meg még autókkal is jöttek. Megoldódott a fürdőbe is a belépő, az is sokáig kérdéses volt, hogy hogy lesz. És minden kész volt, minden rendben lett, sőt, bőségesen rendben voltunk, hellyel is, segítőkkel is, élelemmel is, finomságokkal is. Ilyen az, amikor átadjuk Istennek az irányítást, amikor átadjuk, hogy Uram, eddig én tudtam, eddig követtelek, innentől tiéd a pálya, és én rád bízom magamat. Így bízta rá magát ez a szegény szolga is Istenre, hogy itt vagyok a nagy idegenben, itt van egy csomó ember, nem ismerek senkit, de Uram, te mutasd meg, hogy ki legyen az, akit haza kell vigyek mennyasszonyként, Izsáknak. Istenre hagyatkozni a racionális, a gondolkodó ember számára az olyan felelőtlenség. Mi az, hogy átadod Istennek az irányítást? Hát tettem meg magad, és amit nem tudsz megtenni, azt inkább engedd el, hogy az ne is történjen meg. Talán felelőtlenség. De a hívő ember számára éppen az a felelőtlenség, hogyha mindent én magam akarok megteremteni és megalkotni, és nem hagyok teret Istennek munkálkodni az én életemben, döntéseimben. Melyik tehát a felelőtlenség? Isten nélkül vagy Istennel élni? És a fejezet további része egy sikertörténet, ahogy láthatjuk, mert bizony ez a Rebeka, aki jött, ez volt az a hölgy, aki felajánlotta, ahogy Eliézer imádkozta, hogy kért inni, és ez a fiatal lány felajánlotta, hogy nem csak neked adok inni, de a tevédet is megitatom. Ez volt az a jel, amit elkért Istentől, és be is teljesedett. Ugye mi is kérhetünk ilyen jeleket Istentől, hogy alakuljon úgy egy helyzet, amivel megláthatjuk az ő munkáját. Vagy még jobb, hogyha egy-egy igében, Isten szavában kérünk vezetést. Mert van úgy, hogy van egy kérdésünk, és Isten szava, Isten igében ott van a válasz. Hogy igen, mehetsz, vagy nem mehetsz, vagy így, vagy úgy tedd. Működik ez? Ki lehet ezt próbálni, hogy van egy kérdésem, és Uram, válaszolj a te igédben. Mondd azt, hogy merre menjek tovább. És ha így teszünk, mi is sikertörténeteket élhetünk át. Így volt ez az Eliézer is, amikor megérkezett, és kiderült, hogy ez a lány bizony Ábrahám rokonságából származik, bizony ismeri Istent, egy hívő lányról volt szó, és bizony hajlandó elmenni abba az ismeretlen, arra az ismeretlen tájra, hogy annak az ismeretlen fiatalembernek, Izsáknak legyen a felesége a továbbiakban. Minden teljesült, minden úgy alakult, ahogy várta azt Eliézer, Ábrahám, és otthon Izsák is. És a fejezet végén pedig azt olvassuk, ahogy a két fiatal számára eljött a nagy találkozás a 62. versben. Izsák éppen megérkezett a lahajói kúttól, mert délvidéken lakott. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, és azt kérdezte a szolgától, ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga felelt, ő az én uram. Akkor Rebeka fájtlat vett elő, és eltakarta magát, a szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák akkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. És itt a következő képen is láthatjuk ezt a nagy találkozást, mert amikor Isten útját és az ő igéjét követjük, annak mindig sikertörténet lesz a vége. Talán nem olyan nagy sikertörténet, hogy azt mindenki látja, hogy azt be tudjuk mutatni. Lehet, hogy csak én magam tudok arról, hogy mekkora jót tett velem az Úr, hogy honnan indultam és hova vezetett el. De mindenképpen, ha őt követjük, akkor átélhetjük életünkben ezeket a sikereket. És igaz ez a mindennapi életünknek döntéseire, mérföldköveire. De Isten ennél többet is akar, többet is tud adni, hogyha az egész életünk ővele egy ilyen sikertörténet lehetne.
ahogy ez a két fiatal is egymásra talált, ugyanígy mi is oda találhatunk Istenhez. A Biblia egyik példázata úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint a vőlegényt, aki jön az ő mennyasszonyához, hozzánk az egyházhoz, mindenkihez, aki őt keresi és őt hívja segítségül. Hív bennünket ma is Jézus Krisztus, hogy találjunk ő hozzá. Ahogy a két fiatal aztán egybe kötötte az életét, ugyanúgy köthetjük mi is egybe életünket Krisztussal. Ő is adott nekünk, mint vőlegény, jegy ajándékot. Nem egy gyűrűt, nem bármi más ilyen aranyezüst dolgot, hanem egy nagyon zöld, talán elsőre visszataszító, a keresztet adta nekünk jegy ajándékként. A golgotai keresztet, ami önmagában nem szép, de az üzenete annál szebb, azt mondja, megváltva, megváltva, megbocsátatott minden bűnöd, megbocsátatott minden vétked, hitetlenséged, önzésed, szeretetlenséged. Csak fogadd el ezt az ajándékot, fogadd el a bűnök bocsánatát és az örök életet. Befejezésül, összefoglalásul, minden út, minden hosszú út egyetlen lépéssel kezdődik. És azt folytatjuk, és következik újabb-újabb egy-egy lépés, míg el nem jutunk a célunkig. Ha még nem kezdtél el Jézus útján járni, az ő követésében járni, akkor legyen ez az első lépés, hogy kezdj el imádkozni. És azt, ami éppen nagyon foglalkoztat, vagy nem látod benne a megoldást, csak tárd Isten elé, és kérd az ő vezetését. Uram, látod, hogy ezzel küszködöm, adj választ, adj megoldást, rád bízom ezt a kérdést. Vagy hogyha már régebb óta járunk Istennel, akkor legyen ez ma biztatás, hogy ő velünk van az úton. Nem hagy bennünket magunkra, és nem hagy bennünket bizonyosság nélkül. És ha elakadunk, akkor ő velünk van. Bátorít, megerősít és tovább vezet. Nála van erő, nála van segítség, nála van megoldás. Az Úrnál, Jézusban. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk igédben, és hívsz arra, hogy kössünk veled életre szóló szövetséget. Hogy bízzunk benned, mert te nem hagysz bennünket árván, nem hagyod, hogy kudarcokba fulladjon életünk. Úrunk, te velünk vagy örömben, bánatban is, velünk vagy bármi éljen, és ha rád bízzuk életünket, akkor abból sikertörténet lesz, örök életre szóló sikertörténet. Ámen. Szeretettel hirdetem, hogy ahogy mondtam, Isten tiszteletünk most majd úrvacsorával fog folytatódni. Az úrvacsora pedig nálunk az evangélikus egyházban felekezetre való tekintet nélkül mindenkire nyitott, aki a maga felekezetében szokott úrvacsorát venni. Ostyával és borral történik itt nálunk az úrvacsora vétel. A gyermekeket pedig szeretettel várjuk áldásra, aki szeretne kijönni, ők is jöhetnek majd. Jövő héten vasárnap a megszokott időben 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk. Azon a napon kezdődik számunkra a nyári szabadság, úgyhogy azon a vasárnap Bence Győző, nagyvelegi lelkész testvérem érkezik helyettesítése, és az azt követő héten ő lesz az ügyeletes, ha bármi feladat adódna hétközben. Szeretném megköszönni a takarítást és az egyházi szolgálatot, mindenkinek, aki ezen a héten végezte azokat. Hirdetem még adományainkat, a persely pénzünk múlt vasárnap
21.000 forint, illetve 6.000 forint voltak. Isten áldja meg az adakozókat, az adakozó kedvet, és adja meg az adományok bölcs felhasználását. Készüljünk az úrvacsora vételre 306-os énekünk első verszakával. És igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által, akiben eljött az üdvösség ebbe a világba, hogy Isten gyermekeiként élhessünk. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amelyen aztán elárulták, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután megvacsoráztak, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan a kehely, az új szövetség az én vérem által, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemmel. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e kehelyből, az Úr halálát és feltámadását hirdetjük, amíg vissza nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, Jézus Krisztus, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy te már elkészítettél mindent bűneink bocsánatára, a veled való találkozása és üdvösségünkre. Kérünk, hallgasd meg még közös könyörgésünket,
amikor Szent Fiad nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr békessége legyen velünk mindenkor. Régi keresztény szokásként megosztjuk egymással Isten békességét. Forduljunk egymás felé a körülöttünk ülőkhöz, nyújtsunk testvéri jobbot és mondjunk, legyen köztünk békesség. 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 Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen. Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Vegyétek, egyétek, ez Jézus Krisztus teste, amely értünk adatott a Golgotán. Az Úr Jézus Krisztus teste és vére, értetek is adatott bűneitek bocsánatára. Jézus mondja, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ezt is mondja, én vagyok a világ világossága. Legyen az Úr a ti világosságotok egész életet. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Kövesd te is őt. Ez Jézus Krisztus teste. Az Úr legyen a te békességed, erőd és oltalmazód. Ámen. Ez Jézus Krisztus drága szent vére, amely értünk ontatott bűneink bocsánatára. Ez Krisztus vér. Ez Krisztus vér. Amen. Jézus Krisztus Urunk teste, vére és áldása tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Amen.
Békesség néktek! Vegyétek, egyétek, ez Jézus Krisztus teste, amely értünk adatott a Golgota keresztjén. Ez Jézus teste. Jézus Krisztus teste és vére értetek is adatott bűneitek bocsánatára. Amen. Ez Jézus Krisztus teste. Ez Jézus Krisztus teste. Ez Jézus Krisztus teste. Ez Jézus Krisztus teste. Amen. Ez Krisztus vére, amely értünk ontatott a Golgotán. Ez Krisztus vére. 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 Jézus Krisztus teste és vére és áldása tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Amen. Békesség néktek! Vegyétek, egyétek, ez Jézus Krisztus teste, amely értünk adatott a Golgotán. Ez Jézus Krisztus teste, amely értünk adatott. Jézus Krisztus teste és érted is adatott. Legyen benne örök életed. Amen. Ez Jézus Krisztus teste, érted adatott. Ez Jézus Krisztus teste, értünk adatott. Ez Jézus Krisztus teste, értünk adatott. Krisztus teste értem is adatott. Ez Jézus vér bűneink bocsánatáért. Ez Jézus vér egy kiontatott bűneink bocsánatáért. Ez Jézus vér, amely kiontatott bűneink bocsánatáért. Ez Jézus vér, amely kiontatott bűneink bocsánatáért. Ez Jézus vér. Amen. Jézus Krisztus teste, vére és áldása tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békében, az Úr Jézus veletek. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható örök Istenünk, a te számtalan ajándékodért. Köszönjük az elmúlt hetet, amire ma hálaadással tekinthettünk vissza. Köszönjük a gyülekezet közösségét, hogy nem magányos hívőként lehetünk itt, hanem a benned bízók közösségében. Köszönjük a te igédet, amellyel ma is szóltál hozzánk, és buzdítottál a benned való bizalomra.
Köszönjük Jézus Krisztus testének, vérének vételét is, amelyben ígért bűneink bocsánatát és az örök életet. Urunk, hála neked minden jó ajándékért, mely tőled jön. Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek tanú bizonyságot az ő szeretetéről. Akik megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel. Ebben segítsen bennünket Istenünk áldása, amit fennállva fogadjunk. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.